Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Míg az önkormányzatok a saját kötelező feladataik ellátásával voltak elfoglalva, és a gazdasági lehetőségeik is körülbelül erre adtak lehetőséget, addig nem messze innen Nagymányokon ipari fejlődés indult az elmúlt 5 esztendőben. Erről fogunk beszélgetni a polgármesterrel, Kall Bélával, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok, polgármester úr! Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát ez azért nem az elmúlt 5 évről szól, hanem vissza kell nyúlnom egész 2006-ig az első megválasztásomig, és nem bántva az elődöket, de azért azt tudni kell, hogy úgy sikerült átvennem az önkormányzatot, hogy ilyen jellegű koncepcióval abszolút nem rendelkezett. Tehát ezt mind, hogy mi föl kellett építeni. Szerencsémre mindig olyan képviselőtestületet rendelt a sors mellém, akik ezt az elképzelés sorozatot támogatták, és így tudtunk eljutni gyakorlatilag az elmúlt 5-10 évbe a jelenlegi állapotig. Tehát az első 3-4-5 év az csak a tapogatózás, illetve a koncepcióépítés volt. Most már azt mondhatom, hogy nem a végén vagyunk, de finishben vagyunk mindenképpen az iparfejlesztéssel. Milyen elemei lehettek ennek a fejlesztésnek, amikor először végig gondolták a koncepciót? Hát először is meg kellett találni azt a helyszínt, ahol ezt egyáltalán meg lehet valósítani. Tehát ugye zöldmezős területek kellettek, hiszen akkor még nem volt a miénk a brikettgyár a készített tér. És hát voltak az önkormányzatnak tartalék területei, amik nem egy tagban voltak, tehát ezeket cserégetni kellett, vásároltunk is hozzá kicsit, hogy egy koncepció mentén egymás mellé rendelhetőek legyenek az infrastruktúrális fejlesztések, az ellátottság biztosítható legyen, és ne valahol a periférián, hanem lehetőleg a település központja közelébe. Ezt sikerült is megtalálni, bár akkor a szellemi épségemet kétségbe mondták, mikor azt mondtam, hogy ez nagyon jó terület lesz, hiszen az gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy mocsár. Kaptam is érte hideget, meleget, de még egyszer mondom, a mindenkori testületek elhitték, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy bíztak benne, nem tudom, hiszen az ő fejükkel nem tudok gondolkodni, de minden esetben nekiálltunk, és gyakorlatilag a maga az ipari koncepció az segítség nélkül jött létre. Tehát mi most a legutóbbi időkig nem kaptunk hozzá támogatást, hanem gyakorlatilag önfenntartó, illetve nagyon minimális önkormányzati hozzáadott értékkel jöttek létre a területek. Az első fecske az nagyon fontos volt. Ő egy nagymányoki, nagyon jó nevű asztalos vállalkozó, hiszen ő megmutatta, vagy reprezentálta, hogy igenis ezen a területen lehet szépet alkotni, és így akkor a többi cég is már könnyebben jött, illetve ami még nagyon fontos volt, hogy el kellett hitetni az akkor oda települő új cégekkel, hogy igen, ha nem is most, de záros határidőn belül lesz villany, lesz víz, lesz út, lesz járda. Tehát, hogy ki tudjuk őket szolgálni, hála Isten elhitték, és mondhatom, hogy ugyan igen kemény munkával, de mindig sikerült határidőre azokat az ígéreteket teljesíteni, amit mi megtettünk. Mi a vonzereje ennek a településnek? Mert nincs közel autópálya. Tehát ha én gazdasági számításokat vagy koncepciót építek, akkor ebből a szempontból azért nem a legjobb helyen van a település. Hát igen, ez így van, de azért egy fajta hit is kell hozzá, hogy ezt meg lehet csinálni. Aztán ezt a hitet fel kell támasztani azokba, akik oda akarnak jönni, hogy igen, te itt jól fogod érezni magad, megpróbálunk maximálisan segíteni, amit egy önkormányzat megtehet. Ezek azért korlátos lehetőségek, de próbálkozik az ember. Részt kell venni, én úgy gondolom, a cégek indulásában. Tehát nem biztos, hogy nekem bármit is kell tenni, de jó, ha látják, hogy ott vagyok. Jó, ha tudják, hogy figyelünk rá, hogy kell-e segítség, vagy nem, vagy tudunk-e segíteni, vagy nem, vagy ha valahol akadozik a dolog, mondjuk áramellátás, akkor az ember minden ismerőst fölhív telefonon, hogy figyelj, már pedig december 5-én villanynak kell lenni, mert a cég januárban indul. Tehát, és akkor, ha ezt látják, akkor megvan a bizalom, és úgy gondolom, hogy talán ezt máshol nem érezték így, nem tudom. Volt ellenlábas? Hát az mindig van, természetesen. Tehát mondom én, hogy a fejlesztés elején, hát én nem is tudom,
az épelmélységében sokszor megkérdőlezték. Aztán, tehát, hogy mit gondolok én, miért fognak ide jönni cégek? Tehát amit te is kérdeztél, hogy gondolom ezt ide, azért jelentem most azért 500-700 közötti dolgozói létszámon az iparterületen. Tehát mégiscsak ide jöttek a cégek, sőt az ott lévők fejleszgetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy azért van vonzerő. Ez egyébként úgy gondolom, hogy jót tett a településnek, mert azért az ingatlanárak rendesen meglódultak. Meg hát van élet a településen, tehát öröm reggel 5 óra és 6 óra között kimenni az utcára, mert tele van az utca buszokkal, autókkal, biciklisekkel, és mennek dolgozni az emberek. Azt, hogy egy gazdasági térség működjön, amögé munkaerőt kell teremteni, ez meg volt? Hát kezdeti időszakban meg volt, most azért ezzel küzdünk, tehát ez a következő jelentős probléma, hogy a fejlődés gátja úgy gondolom a létszámhiány és a szakember hiány. Ezt nem tudom, hogy lehet áthidalni, vannak tervek azért, hogy lakóterületfejlesztés, lakópark, de ezek hosszú távú fejlesztések, amik nem oldják meg azonnal a problémát. A másik meg, hogy most azért legyünk őszinték, ezek a cégek magasan kvalifikált, jól fizetett szakembert keveset alkalmaznak, inkább a minimálbér fölött valamivel a betanított munka az, ami nagy létszámba jelen van, abból viszont nem biztos, hogy lehet 400 és 600 ezer forint per négyzetméter áras lakásokat venni, és a régi lakások elfogytak, tehát gyakorlatilag alig van eladó ingatlan nagymányokon. Tehát ez egy kardinális kérdés, nem tudom, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, dolgozunk ezen a problémán. A családtámogatási rendszer segítette ezt a folyamatot, vagy az iparfejlesztés segítette ezt a folyamatot, szerintem, vagy a kettő össze? Hát valamennyire a családtámogatás is, de én úgy gondolom az iparfejlesztés volt a húzó erő. Megmondom őszintén, ebben a családtámogatási rendszerben nagyon nem is látunk bele, hiszen kevés róla az információnk, hogy éppen ki tudja igénybe venni, milyen körülmények között. Azt látom, hogy azért mozog a piac ilyen téren is, de nem, inkább szerintem az iparfejlesztés az, ami húzza. Az ingatlanárakban is megjelent egyébként? Igen, a folyamat? Bőségesen megjelent. Mi a következő lépés? Vagy beteltek a helyek? Hát van még egy-két üres ingatlanunk, ahová igazából a jelenlegi testületet is már beszélgettünk erről. Az lenne a cél, hogy olyan céget vagy céget ide csábítani, akik igen magas hozzáadott értéket képviselnének, illetve magasan képzett szakembert igényelnének, mert akkor azért az átlagbér, tehát a bérhúzás az magas, erősebb lenne. Milyen változást hozott ez a falu életében, illetve a város életében, bocsánat? Hát én úgy gondolom, hogy valamiféle megnyugvás, tehát hogy azért ez, amit elképzeltünk 2006-ban, ez jó. Valamiféle megnyugvás, hogy van munkahely, lehet élni, lehet dolgozni. Azt nem mondom, hogy mindig az optimális számomra, vagy az illető számára optimális munkát találja meg, de tud dolgozni, és onnan akkor már lehet tovább lépni. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. És hát úgy gondolom, hogy a reggel 5 és 6 közötti nyüzsgés, meg a délután nyüzsgés, azért az jót tesz a vendéglátásnak, a lakóknak, a gyerekeknek, a fiataloknak, maradnak. Bízom benne, hogy maradnak. Tehát van perspektíva. Volt kihatással ez mondjuk a település infrastruktúrális fejlesztéséhez, iskolára, óvodára, bölcsödére gondolok? Hát természetesen, tehát azért a 2006 és 2008 között átadtuk az új óvodát, és akkor olyan kétségbeesbe végig sétált, hogy mit fogunk csinálni ilyen hatalmas épületbe. Hát jelentem most megtelt, annyira megtelt, hogy bölcsödét kell építenünk mellé, és a bölcsödei csoportot kivenni az óvodából, mert nem férnek el a gyerekek. Tehát ez azt szimbolizálja, hogy helyben maradtak a fiatalok, és hát ott maradtak a gyerekek is. Ez a műsorsorozat, vagy ez a beszélgetéssorozat a választások óta eltelt egy évről szól. Ha ezt a folyamatot leszűkítjük az elmúlt egy esztendőre, akkor ebben milyen jelek vannak? Hát ugye konkrétumokat még nem tudok megfogalmazni, mert ugye a pályázatok azok általában 2-3 éve csúsznak. Tehát a korábbi elképzelésekkel most jutottunk oda, hogy talán megkezdődik a bölcsődeépítés, a régen pályázott dolgok beértek, tehát nyertünk pénzeket, csapadékvizelvezetés, járdaépítés. Itt igen aktív az új testület, és próbálják a legjobbat kihozni a lehetőségekből.
Hogy innen majd tovább, hogy lesz, ezt még nem igazán látjuk, mert ugyan nekünk van lehetőségünk a Magyar Faluban is pályázni, mert ugyan város vagyunk, de létszám miatt tudunk pályázni. Viszont a település olyan nagy, hogy a Magyar Faluban elérhető összegek azok nagyon kicsik. Tehát a település mérethez képest. Ettől függetlenül mindenre lövünk, ami mozog, tehát mindent megpróbálunk. Most nem látok olyan nagyívű városfejlesztési pályázatokat, amire nagyon rá tudnánk ugrani, de várom őket. Tehát én bízom benne, hogy az akár uniós, akár hazai forrásból jelennek meg olyan fajta pályázatok, ahol pontosan a lakóterületfejlesztés, a létszám növekedés serkentése, tehát ez lehet a cél. Szóba került munkásszálló építése is, ami jó is lenne, meg nem is. Jó lenne, mert ugye tudnánk helybehozni sok munkaerőt, viszont az valószínű egy ilyen fajta, mert messziről is lehet hozni munkaerőt, akkor az meg befagyasztaná a bérhúzó erőt. Tehát akkor ugye kapok máson olcsóbban, akkor inkább messziről hozok, beteszem a munkásszállóba. Tehát ez egy olyan kétélő, ezen el kell gondolkodni, hogy melyik lenne a jobb megoldás. Én hosszú távon azt gondolnám, hogy egy letelepedéssel járó városfejlesztés lenne a cél. Szó esett néhány riportban köztünk arról, hogy egy logisztikai központ kialakítására is gondolt a város. Így van, hát ennek is előzménye van. Ugye az iparterület az korlátozott volt, viszont volt a MÁV-nak egy területe, ami régen a széntrösté volt, illetve a brikettgyár. Ezt sikerült megszerezni. Hát a brikettgyárnak a sorsa az még nem eldöntött. Viszont a készletére sikerült megnyernünk egy 400 milliós pályázatot, ahol a logisztikai központ kiépítése megkezdődött. Hát most tartunk szerintem a 60-70%-nál, vasútüzem kész, műhelyépület kész, irodák kész vannak, raktárépület áll már, infrastruktúra épül még, tehát sok minden van még vissza, de jövő nyára úgy gondolom, hogy teljes egészében kész lesz. Ide keresünk majd, vagy az én elképzelésem legalábbis az, hogy találjunk egy olyan céget, amíg ezt nagyon ért, üzemeltetés ezért fizet nekünk, mert én nem hinném, hogy egy önkormányzatnak lenne feladat, hogy logisztikai központot működtessen. Viszont azért van 3 kilométer iparvágányunk, közút-vasúti kapcsolat, közvetlen szomszédos a meglévő iparterülettel, tehát ki kell őket, vagy lehetőségben őket kiszolgálni onnan. De hát ez is egy szakma, én úgy gondolom, ez egy szakcéget kell találni, vagy egy jó hozzáértő menedzser szemléletű vezetést, aki ezt majd akkor bonyolítja és csinálja. Emlegetjük sokszor Orbán Attilát, a megyei közgyűlés alelnökét, aki azt mondja, hogy a településeknek olyan iparfejlesztést kell végrehajtani a jövőben, hogyha úgy hogy ez az élet, akkor a saját lábukon meg tudjanak állni az adóerőképességük, a helyi adóerőképességük folytán. Ez most körülbelül ezt mutatja. Hát igen, az adóerő képességet most ugyan a közelmúltban nem vizsgáltam meg, de 2006-ban, ha jól emlékszem, 6000 forint körülről indultunk. Én most nem vizsgáltam meg, de úgy gondolom, hogy 20000 körül vagyunk most. Tehát ez egy fajta fejlesztés, vagy fejlődést jellemez, ami nyilván a továbbéléshez fontos. És hogyha sikerül azt a fajta koncepciót megtartani, hogy olyan cégek települjenek maradék területekre, hogy a hozzáérték sokkal magasabb legyen, mint mondjuk egy betanított munkánál, illetve a meglévő cégek is fejlesztenek, mert ugye azt tudjuk, hogy fejlesztenek, szinte mindegyik cég fejleszt, folyamatos építkezés van. Nyilván nem olyan tempóban, mint az induláskor, de folyamatos fejlesztések vannak. Ha ezt a kettőt összeadjuk, én bízom benne, hogy talán egy olyan 7-10 év múlva el fog érni a 40000 forintot, amivel már lehet kalkulálni. Ami azt is jelenthetné, hogy adott esetben mondjuk a város önfenntartó tudna lenni? Hát azért ezt nem merném kijelenteni, mert ez így nem fog bekövetkezni, de mindenképpen egy olyan fajta fejlesztést tesz lehetővé, ami élhetővé, szebbé, kedvesebbé tesz egy települést. Milyen tervei vannak erre a ciklusnak? Hát nem titok, én egy kicsit megöregedtem már. Tehát vannak terveim, tehát nyilván letettem az esküt, tehát szeretném tisztességgel végszolgálni ezt a 4 évet. Aztán én is pályáztam magánemberként még, bár ez is a szellemi épségemet
szemléltet, hogy 65 évesen műhelyt építek magamnak. Tehát úgy gondoltam, hogy a következő 4 évben még mint polgármester és egy kicsit a privát szférába tevékenykednék. Mindazt, amit mondtam, ezt szeretném végigmenedzselni. Aztán még ha egészséges leszek nyilván, akkor egy 10 termék, egy nyugdíjas évet szeretnék magamnak, ahol azt csinálok, amit szeretek, és alkotok, és javítok, és mit tudom én. Tehát nekem a lelkem az a műhely. Jó, nem feltétlenül erre gondoltam, sokkal inkább arra, hogy az önkormányzati munkájában milyen... Hát ez, amiről beszéltünk, tehát én úgy gondolom, hogy a fő feladat most a munkaerőbiztosítás, a lakóterületek fejlesztése, és nekem gondolni kell azért, amiről beszéltem. Tehát az élet realitása. Milyen a civil közösségek szerepe ma a településen? Hát a civil szervezetünk sok van. Nagyok is vannak, tehát sportegyesület, ott azért az ifjúság gondozása, nevelése, van még egy sportegyesületünk, ott lövészet, Glükalf egyesület igen jelentős, tehát a legnagyobb létszámú egyesület, ahol szintén az ifjúság nevelése, hagyományápolás, tehát ez egy igen fontos feladat, és hát van a sok kicsi még, tehát én úgy gondolom, hogy enélkül sem tud egy település élni, tehát a civilek nagyon fontosak a települések életébe. Szerepet kell nekik adni, hagyni kell őket, hogy fejlődjenek, éljék az életüket, és az még a településnek is jó, akkor az ahova tortán. Megvan most az az erő, amivel lehet őket támogatni? Hát és még... És rájuk támaszkodni? Támaszkodni tudok rájuk szíván, tehát nagyon nem emlékszem, hogy olyan erő fordult volna, hogy én, mint polgármester fordultam egy civil szervezet segítségére, és nem kaptam volna meg. Nyilván mi is megpróbálunk támogatni, de sajnos ez a lehetőség még kevés. Tehát ahhoz, hogy itt egy jelentős támogatás jelenjen meg, az adóérképességnek még tovább kell nőni, hiszen vannak elmaradásaink, tehát azért, ha most, és nem bántva nyilván civileket, de hogyha döntenem kell egy útépítés és egy civil szervezet támogatása között, akkor az útépítése több pénz fog jutni, hiszen ebben van a legnagyobb lemaradásunk az utak, járdák, közterületek. Nagyon sok éve, hát 2006-ban még kaptunk talán pár forintot ilyen útjavításra, azóta se szinte semmit. Tehát most tavaly nyertünk 15 milliót, na most egy négyzetméter út 8000, meg 6000, meg 10000. Tehát ez, itt ha nagyságrendekről beszélünk, akkor mondjuk Nagymányokon, ha az összes utat rendbe akarnak tenni, az 1 milliárd forint. Tehát azért mondom, hogy 10-15 millió forintból csak ilyen sebb tapaszok vannak. De mind a mellett a civileket támogatni kell. Van, amelyik önálló tud maradni, mert olyan karakterű emberek, akik ezt ők úgy gondolják, nekik kell megoldani, de van, akik támogatásra szorulnának, vagy illene támogatni őket, de hát sajnos még ez korlátos, nagyon korlátos. Hogy élték meg a vírus veszélyt? Hát én személy szerint nagyon nehezen, tehát ezt az első rendkívüli helyzet, az rendkívüli jogrend, az új volt mindenkinek, úgy gondolom, nem csak nekem, hanem mindenkinek. Ezzel együtt kellett élnünk, próbáltuk a legjobbat kihozni belőle, nem mindig sikerült, ezt is hozzá kell tenni. Ez a második, ez most tudtam, hogy fog jönni, és számoltam vele, de mégis meglepetésként ért, és el kell mondanom, hogy én nem vagyok egy ideges típus, de tegnap este ideges lettem. Tehát olyan mértékű most a átfertőzöttség és a szituáció, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mi következik. Amit nagyon várnak én a központi szervektől, hogy kapjunk instrukciókat. Tehát információt, sok információt, mert akkor tudunk megfelelően előre gondolkodni, és instrukciót, hogy nem értünk hozzá, tehát nem csak én nem értek hozzá, szerintem egy kollega sem ért egy vírushelyzet kezeléséhez. A rendkívüli jogrend az meg egy kétélű helyzet. Én nyilván a képviselőtestületek úgy gondolják, nekik tenni kell valamit. A polgármesternek meg egy személybe kell dönteni. Jól, rosszul, nem tudjuk. Ugye? Habitus kérdés, hogy ki mit vesz előrébb, nem? Tehát ezt nem tudom, hogy lehet összeegyezni, és ugye minél hosszabb ideig tart ez az időszak, annál egyre nehezebb lesz. Egyre idegesebbek leszünk, türelmetlenek, és legyünk őszinték, most már benne van a pakliba, hogy bármelyikünk beteg lehet bármelyik pillanatban. Tehát ez is rátesz, hogy mi lesz, ha nem tudok intézkedni. Hogy élte meg a település a vírust?
Ez nagyon érdekes, ez megint személyiség kérdése, van, aki legyint rá, aztán lesz, ahogy lesz. Én ezt, mint polgármester nem tehetem meg, még akkor sem néha én is így gondoltam. A mostani helyzet azért teljesen más, mint az első. Az elsőnél igen nagy szigorítások voltak, én úgy gondolom azért, mert mindenki tudta, hogy erre mi nem vagyunk rákészülve. Tehát, hogyha az első hullámban lett volna egy ilyen átfertőzöttség, mint most, akkor nem tudom, mi történt volna Magyarországon. Nem is merek belegondolni. Most nyilván rákészült a világ, és rákészült Magyarország is erre a szituációra. Tehát így még mindig lazábbak a intézkedések, de úgy gondolom, hogy a hurok az szorul. Tehát nem csak magamon látom az idegességet, hanem máson is. Tehát ez nem megnyugtató számomra. Hogy tudja kezelni egy polgármester ezt a helyzetet? Mert hogy azt azért gondolom, hogy egy kisvárosban nagyon sok mindent azért öntől várnak. Hát lehet mondani, hogy mindent. A legfontosabb az, és ezt az első hullámban is mondtam, hogy most van az, amikor mindig mindenkivel szóba kell állni, és lehetőleg megnyugtatni, de a nyugalmat meg kell őrizni, az a legfontosabb, mert ugye az idegesség és az agresszív idegességből eredő agresszív magatartás az nem vezet sehova. Tehát én ma reggel azzal kezdtem, hogy a kollégákkal beszéltem, végigjártam az intézményeket, mindenkivel beszéltem, elmondtam, hogy innen kezdve sajnos megint parancsuralom van, és ez nem azért van, mert én ezt nagyon szeretem, hanem azért, mert a felelősség az enyém is. Tehát nem tűrök ellentmondást, viszont ez meg is nyugtatja őket, mert azért úgy gondolják, hogy én tudom, hogy mit kell tenni, és ezt így is kell viselkedni szerintem, hogy maga biztosan is mondom ezt, hogy tudom, hogy mit kell csinálni. Ha kételjem van, akkor rohanok a segítségért valakihez, hogy légy szíves, magyarázz el nekem, segítsél. És a legfontosabb az, hogy úton útfélen, aki megállít, azzal le kell beszélgetni és megnyugtatni. Térjünk egy picit vissza a város ügyeire. Mennyire érzi azt, hogy valamennyire központi szerepet tölt be a régióban? Hát ezt így nem tudom megítélni. Azt tudom, hogy mondjuk a munkásokat 40-50 kilométeres körből hozzák be dolgozni. Tehát ez nyilván valamiféle mikrotérségi szerepet már indikál. Meg amit látok, mégis ezt mi, akik benne élünk, nem nagyon vesszük észre, mert benne élünk egy folyamatban, tehát ez nem érzékelhető. Viszont akik elszármazottak és hazajönnek, akik messziről jönnek és látják ezt a települést, azok gratulálnak és azt mondják, hogy húha, itt azért kialakult valamiféle szerep, valamiféle központi szerep, amivel élni kell, és ezt használjuk ki, és milyen jó, és milyen szép. Ezt mi, akik benne élünk, ezt nem mindig így látjuk. A település nyilván az adottságaiból adódóan jelentős külkapcsolatokkal is bír, elsősorban német kapcsolatokkal. Igen, hát van két német testvér településünk, mondhatom ott ilyen heti telefonbeszélgetésben, hogy minden településsel, tehát úgy szoktam mondani, hogy vannak testvér településünk is, van egy unokatestvérünk is Romániában. Ez azt jelenti, hogy ő valamelyik másik testvér településsel van, és akkor így tudunk egymásról mindent. Épp tegnap este beszélgettem a Reihesheimer, akkor ott most volt önkormányzati választás, kollégának innen is gratulálok, őt is újra választották, hogy mi a helyzet. Tehát nálatok, nálunk, ő náluk, tudsz-e róluk valamit, van egy lengyel testvértelepülésünk, érdekes módon nem beszéljük egymást nyelvét, mégis értjük egymást. Tehát ez egy nagyon érdekes szituáció, szerintem a történelmi hagyományai vannak, hogy a lengyelekkel ilyenfajta kapcsolat. De igen, tudni akarjuk, hogy egymásra, mert még a román unokatestvérről is, tehát hogy ő egy echte román település, akikkel napi szinten szintén beszélgető viszonyban vagyunk, és adjuk egymásnak az információt, hogy te mit csináltál, van tippet, hogy ezt most hogy oldjuk meg, mi ezt csináltuk. Tehát egy ilyen állandó kommunikáció, ami szerintem nagyon jó. Nem mindig a polgármester kollégával, hanem esetleg az ott élő magyarul beszélővel, az ott élő egyesületi vezetővel, van ahol a polgármestere, de a napi szintű kapcsolat, azt mondhatom, hogy megvan, és az aggodalom is megvan egymásért. A következő 4 évre kívánhatna magának valamit, mit kívánna? Nyugalmat. Nyugalmat, polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.